Rutka. És íveli be a védők mögé. Nem volt rossz elképzelés, sőt, hogy mennyire nem az most látszik. Elég kétségbe esett mentés. Üres a kapu, Horváth! Farkas esik el, és ez labdaszerzést jelent megint csak. Nincs les, rob, és posza. Rutka. Gera. Még mindig ő. Jó csel, nagyon jó csel. Megnézheti, hogy hova adja, meg is nézi. Gera indul meg. Stark jön kikeresztezni, de egyelőre csak kíséri a labdát. Aztán az nem megy ki, bele kell, hogy avatkozzon a játékba Vasas. Csiszár támadta meg. Csúnyán eladott labda, nagy lehetőség. Üres a kapu, Horváth gól! Vezet a Ferencváros a 18. percben, Horváth 7. gólja az idei bajnokságban. Horváth Péter a Ferencváros házi gól királya. Itt volt egy lökés, a játékvezető tovább engedi, és Horváth az, aki az ötösről berúgja végül. 1-0 a hazai csapat javára. Ez őszintén szóval lökés volt kézzel, a játékvezető azonban tovább engedi, és egy gólpaszt kapott Horváth a földön fekvő győri védőtől. Kenesei végzi majd el a szögletet, Vasas megy előre fejelni, Győri, Stark is. Farkas meg, mint látható, Szűcs elé áll be. 22. perc tehát. Szép a fejes, de milyen szép. Vasas. Bosszankodik is, hogy kihagyta. 38. perc. Vasas. Hú, Dragoner. Másodszor ér úgy a labdához, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a saját kapusát. Egyszer egy lövés változtatott rajta irányt, mind emlékezhetünk rá, itt pedig rosszul fejel a labdába. Vén. Remek az indítás. Nagyszerűen veszi át Balogh, posza jön ki jól. Egy nulla arányú ferencvárosi vezetés. Másodpercek a rendes játékidőből. Kenesei. Vasasig nem jut el. Nagy László. Szűcs. Remek mozdulattal. Vén. Rutka birkózik egyelőre Starkkal. Vén még mindig a labdával. Most jöhet befelé. Győri fejet érintett utoljára, és poszát támadják. Vasas volt az, aki fölfejeli a labdát, és Rutka hiába mutatja, nem csak állt, hanem könyökölt is. Vén nincs vele szemben, Győri védekező, középpályás. Elől ragadtak a többiek. Vén. Rob. Posza. Rósa. Kenesei. Előnyszabály. Rósa megy. És jól is alkalmazta a játékvezető az előnyszabály, de mennyire jól. Vasas a 16-oson belül. Vasas! Szép győri támadás volt, de milyen? Rutka könnyedén előzi meg Keneseit, Keller egyből tovább folyatja a labdát, Gera, Gera cselek megint, Keller, Keller még mindig, poszára jön ki. Nem szabadul föl a győri kapu, Balogh teszi a labdát Horváth felé magas. Kenesei, Balla, Balla emel, Szűcs. Rutka és Vén a labda mögött. Rutka végül. Az utolsó negyed óra kezdődik. Rósa. Levágódó labda, Kenesei még egyszer levágódik. Vén. 33 percet tart a második félidő. Vén tehát.
Vén fölé. Indulnak a győriek. Károly a bal oldalon, ketten a hosszú oldalon is. Károly végigviszi, Dragoner mellett ellövi, oldalháló. Óriási szóló, és azt mondom, hogy jó befejezéssel, bár be is lehetett volna adni. Károly tűzi rá, és oldalháló. Nagy egyéni szóló, 35. perc. Keller és Győri. Győri volt a harcosabb, Keller, Kenese indul be balla. Kenesei gólhelyzetben, Szűcs! A harmadik nagy győri lehetőség. Nagyszerű balla indítás, a lesről szó sem lehet. Kenesei bújik ki, Szűcs zárja a szöget. Pinte. Fülöp! Gól! 2-0! 39. perc, a csereként beállt Fülöp, a Nyíregyházáról visszatért játékos. Megszerzi a második ferencvárosi gólt. Második félidő, 39. perc tehát. Pinte adja be, Bognár aláfut, Fülöp csúsztat, Fosza félúton kifelé a kapuból. 2-0 arányban vezet a Ferencváros. A végeredmény tehát Ferencváros, Győri Eto 2-0.